Magyaróvári sertésszeletünk van krumplipürével, zuza pörkölt van galuskával, illetve tavaszi zöldségleves a levesünk, és ehhez még savanyú borka. Egy egészségügyi intézmény esetében az embereknek elsősorban nem a konyha jut az eszébe. Egészen igaz ez addig, amíg a sors nem úgy hozza, kénytelenek megkóstolni a kórházkosztot. És ennek aztán különleges jelentősége lesz az ellátás megítélésében. A Balassa János Kórházban két konyha is működik. Az egyikben azoknak főznek, akiknek nagyon oda kell figyelni a táplálkozásukra. A másikban mindenki másnak. Itt néztünk körül a következő percekben Demjén Elekes Beáta, élelmezés vezetővel, aki szívügyének tekinti a kórház konyháját. Nálunk a kórházban elmondhatjuk, hogy azért speciális, mert két konyhánk is van. Az egyik a nagy konyhánk, ahol a betegek élelmezése, a normál étkezésben résztvevőknek az élelmezése folyik, illetve az alkalmazottaknak az étkeztetését biztosítjuk, illetve a diétás konyhánk van, ami itt a környékben úgymond egyedi, mivel ez a konyha az, ahol az egész kórházra a diétás ételek elkészülnek. A nagy konyha az 1500 fő befogadására, vagy illetve kiszolgálására képes, a diétás konyhánk pedig 500 főnek a kiszolgálására alkalmas. Jelen pillanatban ezt a számot nem érjük el, de 800-900 fős napi élelmezésre azért számolhatunk, illetve a kórházunk nem csak így a kórházban dolgozó betegek, illetve az alkalmazottakat látja el, hanem óvodába is szállítunk, Szálkára, illetve ide Szekszárdra, Kölyökházba is. És ha hiszik, ha nem, ha valaki itt akar ebédelni, nap mint nap megteheti. A kórház konyhája most megmérettetés előtt áll. Beneveztek ugyanis egy olyan versenyre, amelyet kifejezetten közétkeztetésben szereplő ellátóknak írtak ki. Egy közétkeztetésben is lehet olyan minőséget biztosítani, ami elvárható. Egy közétkeztetésre is. Mindig megpróbálunk alkotni, minden nap egy alkotás nálunk. Próbálunk az étlapot is, ugye 8-7-es forgó étlappal dolgozunk, de mindig jelen pillanatban is aktuális ez, mert egy új ízeknek, új köreteknek a behozatalával szeretnénk kicsit mást bevinni, másra megismertetni az itt dolgozókat, illetve alkalmazottainkat. Tehát az étlap, aki étlapot tervez, az abban mindig benne van az, hogy egy kicsit újítson, kicsit más alapanyagokból próbáljon, kicsit más köreteket, kicsit más receptúra alapján készítsük és próbáljuk az ételeket, és ezzel mi is így birkózunk. A konyha műszaki színvonalának fenntartása nem egyszerű, hiszen a fenntartáshoz szükséges forrásokat az intézménynek magának kell kitermelnie. Nagyságrendileg több mint 200 millió forintot költünk egy évben élelmiszer vásárlásra, és ez csak a nyersanyag. Ez egy nagyon bonyolult munkafolyamat, nem úgy van, hogy itt elkészítjük az ételt, és a beteg megeszi, hanem hozzá el is kell juttatni. Ebben szállítás dolgozik, együtt tárosok dolgoznak az osztályokon. Elég bonyolult és elég összetett. Nagyon sokféle ételt kell előállítanunk, nagyon szigorú szabályok szerint, de azt gondolom, és ez a betegek általános visszajelzése is, hogy valamit jól csinálhatnak a kollégák, mert általában pozitívak a visszajelzések. Őszinte legyek, gyakorlatilag bárminek, amint az egészségügyben eszközpótlás van, az saját zsebből kell megtennünk. Nagyon fontos lenne, ugye most itt az étteremben vagyunk, nagyon fontos lenne kifestenünk itt is, amire nagyon régen nem került sor, de ennek a feltételei nincsenek, mert ha ami pénzünk van, azt nyilván a betegeltetésre fordítjuk elsősorban. Ha körbenéztek, az éttermünk is egy kicsit másabb már, mint esetleg korábban, hiszen képekkel, virágokkal próbálom olyan környezetté varázsolni egy kicsit itt az elfogyasztott ebédet is, hiszen itt összejönnek, egész napos munka után vagyunk, vagy ugye itt vannak a dolgozóink szinte egész nap, és azt a fél órát, azt a negyed órát, amit itt szánnak ránk, azt olyan környezetbe próbáljuk meg velük elfogyasztani, ami számukra is kedvező, vagy számukra is egy nyugodt, egy olyan környezet lesz.